több alkalommal is kimaradtak vagyonnyilatkozatából céges érdekeltségei a Demokratikus Koalíció alelnökének. Korábban Lampert Mónika volt, szocialista belügyminiszter hívta fel a figyelmet arra, hogy Varjú László bevallásából kimaradt az, hogy van egy panziója. A Demokratikus Koalíció közleményben tudatta, hogy a párt országgyűlési képviselője a hibát beismerte és azt korrigálta. A Fidesz frakció szóvévője szerint nem ez az első eset a baloldalon, hogy egy politikus tudatosan próbál eltitkolni valamit. Újabb baloldali trükközésre derült fény éveken át hazudott valós anyagi helyzetéről. Gyurcsány jobbkeze, Varjú László, a Gyurcsány párt alelnöke vagyonnyilatkozataiban éveken át eltitkolta valós anyagi helyzetét és cégeit. És a Gyurcsány párt alelnöke azt a hamis képet próbálta fenntartani, hogy szinte semmilyen nincs. Miközben több jövedelmező és vagyonos cége volt, mely cégek vagyonát gyarapította egy panzió, több balatoni üdülő, több autó.